Önök a Szentes Televízió hétfői híradóját látják 2024. április 15-én 19 órakor. Köszöntöm Önöket! Főbb híreink röviden. Az SH Trans 08 Kft. Ügyvezetőjének Szabó Józsefnek a felajánlásával folytatódott az Ültessünk közösen 1000 darab fát Szentesen program. Móra József önkormányzati képviselő jóvoltából újult meg a Fehérházi ABC előtt található padok ülődeszkái. Emléktáblát avattak Galli János tiszteletére, a nevét viselő általános iskola homlokzatán Csongrádon. A Napenergia Plus program folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, ám kiestek a 10 éves szaldós időszakból, jelentette be Lantos Csaba, energiaügyi miniszter. Lantos Csaba hozzátette, az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. Közölte azt is, hogy megnyitották az ipari szereplők számára az energiaközösségek kialakításának lehetőségét, most pedig vizsgálják az önkormányzatok bevonását, végül a társasházak kerülhetnek majd sorra. A Napenergia Plus programban már több mint 28 ezeren előregisztráltak. Mostanáig több mint 15 ezer támogatási kérelem érkezett be a napelem és az ehhez tartozó zöld energiatároló egység, azaz akkumulátor telepítésére. Ismertetése szerint már működik 6100 megawattnyi naperőművi kapacitás, amit eredetileg 2030-ra terveztek. A hozzávetőleg 3500 ipari létesítmény mellett ez körülbelül 260 ezer háztartási kísérőművet jelent. Az ország földrajzi adottságai miatt a teljes energiaszuverenitáshoz csoda kellene, ám törekedni kell az arány jelentős csökkentésére. Ez a kormány határozott célkitűzése. Újabb 10 fa elültetésével folytatódott az Ültessünk közösen 1000 darab fát Szentesen program. Ezúttal az SH Trans 08 Kft. Ügyvezetője Szabó József ajánlott fel 10 darab vörös levelű japán díszcseresznyét a programba. A 10 darab fa céggel szemben lett elültetve a városellátó munkatársainak a jóvoltából, így emelve a bevezető út zöld környezetét. Folytatódott az Ültessünk közösen 1000 darab fát Szentesen program. Ezúttal az SH Trans 08 Kft-től Szabó József ügyvezető ajánlott fel 10 darab vörös levelű japán díszcseresznyét. Az ügyvezető úr elmondta, hogy fontos számára is a város zöld környezete, és hogy végig kísérte figyelemmel a fák ültetését. Úgy gondoltam, hogy szeretném a telephelyemnek a külső részét szépíteni, és ezzel a 10 darab fával tudtam hozzájárulni, hogy szebb legyen a környezetünk. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek minél jobb, hogy minél zöldebb a környezet, és így is tudomásunkra jutott, hogy sajnos elég sok fát ki akarnak vágni majd a környéken, ezért döntöttem úgy, hogy szeretném ezt a részt bővíteni faültetéssel. Ezeket a fákat a délelőtti órákba ültették itt a városgondokság emberei, és figyelemmel kísérte meg egész végig, hogy hova vannak ültetve, és hogy lettek elültetve. Szabó Zoltán Ferenc polgármester kiemelte, hogy jól halad a program, hiszen körülbelül 520-530 darab fa került már elültetésre. Nagyon jól haladunk, arról számolhatok be az Ültessünk 1000 fát program Szentesen. Körülbelül 500, most már szerintem 520-530-nál tartunk, és ez végül is két évre igyekeztünk vállalni ezt a programot, és egy évnél tartunk, tehát úgy még arányaiban is jól néz ez ki, és most már sokkal jobban néz ki itt az SH Trans előtti, illetve a Mágocsi út 2 ponttól a városellátónak a telephelye van. Ez a környék kapott most Szabó József ügyvezető felajánlásából és nagy lelkűségéből 10 darab japán díszcseresznyét, amik gyönyörű szépek lesznek. Szabó Zoltán Ferenc úgy fogalmazott híradónknak, hogy a közös munka, a közös gondolkodás a legfontosabb, ami ezt a programot előre viszi a városban. Itt mi helyben lépésről lépésre, közös összefogással, ezt sem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy magánszemélyek, osztályok, kisebb-nagyobb civil szervezetek, vállalkozók ajánlanak föl fákat és szállnak be ebbe a programba. Ezt szeretem én. A közös munkát, a közös munkának mindig jó eredménye van, sokan magukénak érzik az eredményt, és így áll össze az a városi kép, akár itt a zöldségéhez kapcsolódva, amikor elmondhatjuk, hogy Szentes egy élhető város, és minél élhetőbb szeret lenni a következő években és évtizedekben is. Március 18-án korán reggel bontották el a Fehérházi ABC előtt található padok ülődeszkáit, mert annyira elkorhattak, hogy szinte balesetveszélyesek voltak.
A felújítást április 15-én végezték el, a mostani padfelújításra Móra József képviselő úr hívta fel a figyelmet, aki képviselői keretéből hozzá is járult a költségekhez. A városellátó munkatársai újították fel a Szent Miklós téren található ülőpadot, amely körülbelül 10 négyzetméter felületet érint, az anyag költsége pedig 50 ezer forint. A felújításra azért volt szükség, mert balesetveszélyes volt már a padok állapota, erről számolt be híradónknak Kis Ferenc, a városellátó non-profit Kft. Munkatársa. Ez az ülőpad egy körülbelül 10 négyzetméter felületet érint, amelynek az anyag költsége egy durván 50 ezer forint, amiből a kollégáim a felújítást végre tudják hajtani. Előregedett a létszezés, és sok helyütt a korhadás miatt már lejött a helyéről a létsz, ezért kellett elbontani, ezért volt szükséges a felújítás. Ez a műhely munka után egy körülbelül félnapos összeállítás, és ez most tölgy létsz. Tehát egy kicsit erősebb anyagból próbáljuk elkészíteni, tartósabb anyagból. A padok állapotára Móra József önkormányzati képviselő hívta fel a városellátó figyelmét, aki a képviselői keretéből járult hozzá az ülőpadok felújításához. A március 15-i ünnepségen a polgártársaink jelezték, hogy a Szent Miklós téren a padok állapota kívánni valót hagy maga után, és megnéztük, és a városellátó intézmény munkatársaival úgy döntöttünk, hogy kicseréljük a léceket, és ehhez a képviselői keretből biztosítottam forrást. A bejelentési procedúra egyszerűen zajlott le, a városellátó munkatársai megnézték és felmérték a padok állapotát, és mivel baleset veszélyes volt, ezért kellett felújítani. A szentesi lakosok pedig hamarosan újra igénybe is tudják venni az ülőpadot. Városellátó intézmény munkatársai rendszeresen ellenőrzik ezeket a bútorokat, ugyanis baleset veszélyesek, és amennyiben baleset történik, abban az esetben a kártérítési felelősség az önkormányzaton van. Gyakorlatilag olyan procedúrának kellene végbe menni, hogy jeleztem a városellátó intézménynek, ott ők is megnézték, jogosnak ítélték az igényt, és felújították. Emléktáblát avattak Galli János tiszteletére a nevét viselő általános iskola homlokzatán Csongrádon. A város zenei életét alapjaiban meghatározó kiváló tanár, igazgató, zeneszerző, zenepedagógusra, város díszpolgárára, az iskola valamennyi diákja, egykori tanítványai, munkatársai, családja emlékezett meg. Rengeteg fiatalban ültette el a zeneszeretet magvait. Ezeket a dallamokat Galli János írta. Élete a zene volt. Igazgatóként arra törekedett, hogy a gyerekek alapos zenei oktatást kapjanak, közös igazgatás alatt működött az általános iskola és a zeneiskola. Ezt Kodály Zoltán csongrádi példának nevezte. Az emléktábla elkészítését Murányi László önkormányzati képviselő kezdeményezte. Ez mind, én azt gondolom, a mai embert figyelmezteti, hogy volt múlt, abból építkezünk, abból élünk, és ha valaki nem tudja a múltját, mi volt, hogy, mi történt, nem igen lesz neki jövője, nincs mire építeni. Nos, Galli János is egy alapember ebbe a tekintetbe, nem véletlen, kodályi szinten elismerték a munkásságát, a város is elismerte a munkásságát. Túl azon, hogy praktikusan ő egy jó szakember volt, egy gondolhatnék a kántorságra, tanításra, kántortanítóságra, ő egy szeretetre méltó ember is volt. Az emléktáblát Lantos Györgyi szobrászművész készítette, aki még ismerte Galli Jánost. Emléke sokakban él még 2 évtizeddel halála után is. Mindannyian őrizzük, és itt az iskolában nagyon sokan őrzik, és ez onnan is biztos, hogy most nagyon sokan vannak itt, akik valaha itt tanítottak. Nekem is meglepetés volt. És a fénykorban, amikor ez az iskola elindult, és akkor itt egy olyan tantestület volt, akiknek minden napját a zene aranyozta be, és minden tantestületi összejövetelen előkerült a harmonika és az énekszó, és valóban zeneiskola volt ez akkor. És most úgy érzem, hogy néhányan nagyon nagy erőfeszítést tesznek, hogy ez megmaradjon. Galli János nevéhez fűződik a kimagasló zenei oktatás mellett a csongrádi fúvószenekar megalapítása, számos gyermekopera előadása, kórusok létrehozása. Több mint 6 évtizedes pedagógusi, alkotó tevékenységét országosan is elismerték.
A Magyar Költészet Napja alkalmából Fűr-a Nikó Jászai Mari díjas érdemes művész Üveggolyó című zenés verses estjét rendezték meg a Megyeháza dísztermében április 12-én este. A színművész megtöltötte a dísztermet, hiszen több mint 100-an hallgathatták végig az igazán színvonalas előadását, amely vastapssal zárult. Április 12-én este megtelt a Megyeháza díszterme, ahol Fűr Anikó Üveggolyó című verseszenés estjére várták az érdeklődőket. Az előadás célja, hogy közelebb hozza az embereket a költészethez, és hogy nem hétköznapi előadásmódban juttassa el a közönséghez a műveket. Húsvét után, hőkös előtt azért jöttünk így össze, hogy egy kicsit együtt örüljünk annak a sok fantasztikus írománynak, versnek és gyöngyszemnek, amit nekünk jutott ide haza. Természetesen az este nem arra hivatott, hogy ezt ebből Fűr Anikó hozzátette, a ma embere kicsit tart a versektől, és úgy véli, hogy túlzottan piedesztára vannak emelve a művek. Az előadás sorozat nem titkolt célja a költeményeket közelebb hozni a közönséghez. Mi azt csináltuk pont 10 évvel ezelőtt az Örvény Színházban, Mácséppel vezéletével, hogy ezeket a verseket megpróbáltuk lerángatni a piedesztáról. Azt hiszem sikerült, mert amikor ezzel az ötlettel előállt, 2014. április 11-én a költészet napján volt a bemutató, és akkor így elnőben kérdeztük tőle, hogy te Pali, tényleg azt akarod most 2014-ben, hogy másik csinálom, csak járok egy díszletben, és a kollégák különböző rotációban jönnek és verseket mondanak? Igen, ezt akartam. Na hát nem a lényeg, nem a mit a lényeg, ezt tudjuk már régességgel, hanem ahogyan. Na, mondom, erről megpróbáltuk lerángatni a piedesztáról a verseket. Azóta ez a legkelendőbb előadásunk, neki lett igazából, most a 150 előadást játszottunk belőle. Az elsőre fogytak rá el a jegyek, és ami a legkülönösebb, hogy az a korosztály, akinek semmi se jó, semmi se tetszik, ugye a 14-esekről beszélek, a végén popkoncertszerű ovációval visítozva nem akarnak bennünket lengetni a színpadról. Miért a dombok és miért a lombok a tengerben nem lett magvető? Minek az árok? Minek az apályos, a felhőke, búzdalaid a lányos a nap? Ez egyő, sziszi-puszi kő, miért az emlékek? Miért a múltak? Miért a lábák? És miért a holdak? És miért? A végét nem lelő idő. Vagy vedd például a pici fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad, hogyha újra nő? Izgalmas, fontos és hasznos lehet, mármint a Szentesi Kisbálint Református Iskolában évente megrendezett tudásvásárprogram, ami az iskola projekt alapú tanítás szemléletének egyik leglátványosabb része. A vásárt hetekig tartó felkészülés előzte meg, a gyerekek önállóan, némi pedagógus mentor segítséggel dolgoztak. A témák olyan projekt alapú szemléletre tanítják a gyerekeket, amely később akár a munkaerőpiacon is hasznos lehet számukra. Itt látható a naprendszer, és csináltunk hozzá egy PPT-t is, meg egy quiz-t is csináltunk. A Titanic-nak a katasztrófáját és a történetét hoztuk el a tudásvására. Ezt én sütöttem, ezt Dóri sütötte, ezt Zorka sütötte, ezt meg Fanni sütötte. A végeredmény nagyon finom szokott lenni, hát jó kis móka. Ahogyan a Szentesi Kisbálint Református Általános Iskolában minden évben megrendezett tudásvásár program is, amely az iskola projekt alapú tanítás szemléletének egyik leglátványosabb része. Nagyon sok csoport dolgozott és projektmunkával készültek erre a mai napra. Dolgozhattak párokban, hármasával, sőt egyénileg is. Nithammer Zoltánnal csináltuk ezt a projektet. Úgy gondoltuk, hogy ez érdekelni fogja a gyerekeket, főleg az, hogy robottal foglalkozunk. És én így meg szerettem volna mutatni ezt nekik. Ezért jöttem ide. Elég egyedül dolgozik, és igazából csak irányítani kellett. Látod, most is egyedül csinál mindent, szervezi a játékot. Játékszabályokat talált ki. Hát a hardware-be segítettem neki, de egyébként sokat nem.
A vásárt hetekig tartó felkészülés előzte meg, a gyerekek önállóan némi pedagógus mentori segítséggel dolgoztak. A témák változatosak, érdekesek és fontosak, olyan projekt alapú szemléletet nyújtanak, amely később akár a munkaerőpiacon is hasznos lehet. Én úgy gondolom, hogy ez a kutatás alapú tanulás szervezés, ez csak az előnyükre válhat, akár a középiskolában, egy érettségire való készüléskor, vagy ha még tovább tanulnak, akkor egy szakdolgozat, vagy bármilyen tudományos munka során felhasználhatják ezeket a tapasztalatokat. Kibírunk kapcsolni, és bírunk magunkra figyelni szerintem, és szerintem ez nagyon kreatív. Arra mindenképpen jó, hogy egymásnak be tudjuk mutatni mindazt, amit tudunk, és így rengeteg új ismeretet szerezhetünk. És nem úgy, hogy a padban ülünk és keményen tanulunk, hanem ez egy kicsit olyan interaktív. Ezzel hétfői híradónk véget ért. Következik hírháttér műsorunk, melynek vendége Gémes László, a Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés elnöke, témánk pedig a megye pályázati lehetőségei és turisztikai célkitűzései. Híradóval legközelebb kedden várjuk Önöket ismét. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, már is folytatjuk műsorunkat. A mai Háttér című műsorunkban a megyét érintő aktuális fejlesztésekről, pályázatokról, turisztikáról fogunk beszélgetni a mai vendégemmel, aki nem más, mint Gémes László, a Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlés elnöke. Sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, és tényleg szeretettel köszöntöm Önöket is, és a kedves televízió nézőket. Április elején, nagyjából itt a közepe fele tartunk, úgyhogy itt már be tudunk számolni arról, hogy milyen volt az első negyed év az önkormányzat, illetve a megye részéről, hogyan lehet összefoglalni, hogyan indult ez a 2024-es év. Általában úgy az első negyed év az minden önkormányzat életében a költségvetés megtárgyalása, annak elfogadása. A fő attrakció, ez ugye nálunk is így volt, megtörtént. Hiány nélkül tudtuk megint elfogadni a költségvetésünket, úgyhogy nem terveztünk működési hiányt, amennyi bevételünk származik, az fedezni fogja a bőségesen a kiadásainkat, sőt az idejében is tudunk civil szervezeteket, egyéb civileket és sportegyesületeket is támogatni. Az energia áremelés sem sújtott bennünket, ugyanis az idejében ki tudtuk cserélni a második felét az épületben lévő nyílászároknak, tehát tavaly megcsináltuk az első felét, most meg a második felét, ezt is be tudtuk fejezni, úgyhogy a következő télben is már úgy megyünk be, hogy hőszigetelt nyílászárokkal vagyunk, úgyhogy nem fogja jövő évet sem ez megterhelni, úgyhogy elfogadtunk mindent, egyhangulag ráadásul, tehát a politikai pártok egységesen szavaztak, ez egyébként jellemző volt az elmúlt 4,5 évre a megyei önkormányzat életében, hogy egy-két kivétellel többsége mindig egyhangú döntések születtek a közgyűlésben. Történt-e olyan újabb program, amit esetleg a vármegyei önkormányzat meghirdetett? Ugye ezért szoktunk beszélgetni, hogy voltak rajzpályázatok már ebben az évben, van-e most valami új ilyen program esetleg terven, ami elindul vagy elindulni fog itt a következő időszakban? Folyamatosan vannak programjaink, és most tervezzük a Megye Identitás 2 programsorozatot. Ez még nagyobb szabású lesz, mint az előző. Ugye az előző az egy 31 rendezvényes kiadással dúsított megyeidentitás lesz, ez a következő, ez már teljesen más, itt még kielkészülnek gyermekek szemléletformálással, egészségfejlesztési irodákat vonunk be ebbe a programba, szűrővizsgálatok lesznek, megelőző előadások, úgyhogy nagyon sok mindennel készülünk, és ennek most folyik úgymond a tervezése, és a nyár folyamán a pályázatot is kívánjuk benyújtani. Ez egy háromszor akkora összegű pályázat lesz, mint a korábbi. Korábbi egy 300 milliós volt, ez meg egy közel 1 milliárdos program lesz, ami a megye egészét fogja érinteni. Pályázatok szempontjából mit lehet elmondani most az önkormányzatnál? Topluszos pályázatok hogy állnak most jelen pillanatban? Folyamatosan jönnek még a bírálatok néhány pályázatnál, ami ugye nem kapta meg a bírálatot, vagy nem esett még át ezen a szakaszon. Épp a tegnapi nap volt örömhír a Fábián Sebestyényi konyha építési beruházás is zöld lámpát kapott, és a Székutasi Ipari Park is zöld lámpát kapott, és van még jó néhány pályázat, aminek már tudjuk, hogy a döntése megszületett, csak még a támogatási szerződést nem kötötték meg a települések. Ez is helyi turisztikában érintett 4 település, és lesz még egy konyhapályázat is, ez Röszke település
vonatkozásában, és hát készülünk az őszre, hogy ősszel újra megnyílnak ezek a felhívások. Végre talán Brüsszeltől megkapjuk azt a pénzt, ami jár nekünk, és ugye az árfolyam nyereséget is realizálni fogja a magyar kormány, és ismét a top pluszra rá fogja emelni, tehát nem egyéb más költségvetési kiadásokat fedez belőle, hanem az önkormányzatok rendelkezésre bocsátja, önkormányzatok számára bocsátja rendelkezésre, hogy fejleszthessenek belőle, és ősszel fognak megjelenni, újra majd lesz csapadékvíz elvezető rendszer, területi utak felújítása, óvoda bölcsőde építés felújítás, úgyhogy nagyon sok pályázat lesz az ősszel megint meghirdetve. Azért ez hatalmas segítség a településeknek, hogyha így belegondolunk, hogy tényleg szinte bármilyen szegmensre tudnak pályázni. Én azt gondolom, igen, és ugye a kis települések profitáltak a legjobban az elmúlt 4,5 évben ebben, és például egy ragyogó települést említsek, egy kitűnő polgármesterrel, Ópusztaszert, Makro Józsi bácsi, úgymond a kora ellenére is olyan tervekkel áll mindig elő, ami tényleg a település jövőjét biztosítja. Már most van ott is mini bölcsőde, de az óvoda bővítését is tervezi, erre is lesz egy olyan 350 millió forintos fejlesztési igényük, és az ősz folyamán, ha megnyílik a pályázati lehetőség, be fogják tudni adni. És mondhatom azt, hogy akár ebben a hármas választókerületben mind a 22 település megtalálta a számítását. Nagyon sok fejlesztés volt, és lesz is a jövőben, vannak folyamatban lévő pályázatok. Most lett például benyújtva a Nagymágocsi iskolának a bővítésére egy több 100 millió forintos pályázat. De mondhatnám azt, hogy nemrég adtunk át ugye egy kerékpárút szakaszt is, ez is egy két települést összekötő kerékpárútnak a belterületi szakasza volt, úgyhogy számos-számos olyan program van, ami a kis településeket segíti. Azért gondolom, amikor egy iskola bővítésről kell aláírni egy dokumentumot, vagy egy bölcsőde, vagy egy óvoda építésről, akkor azért az mindig egy felemelőbb érzés lehet akár az ön számára is. Mindenképpen az, mert pont amikor engem egy elnöknek választottak, akkor is voltak folyamatban lévő pályázatok, és itt is egy példát hozzak, Mindszent város önkormányzatának épp akkor egy elutasításra került a bölcsőde pályázata, nem volt kellő dokumentumokkal alátámasztva, nem volt jól előkészítve ez a pályázat. Egyébként igen nagy összegű volt, egy 750 milliós pályázat, ami teljesen új bölcsőde építését irányzott elő, csak rosszul készítették elő. Ugye a forrás akkor elfogyott, a minisztériumnál sikerült úgymond lobbiznunk, hogy 1,5 milliárd forint forrás kapott a megyei önkormányzat bölcsőde építésre felújítása, ebből 5 bölcsőde újulhatott meg, és köztük a Mindszenti bölcsit vissza tudtuk hozni. Igaz, itt a pályázatot már a megyei önkormányzat segítségével a megyei önkormányzat non-profit Kft.-je készítette elő, sikeres is lett, tehát nyert is ez a 750 milliós pályázat, majd aztán Mindszent önkormányzat elkezdte a kiviteli terveket készítetni, közbeszerzési eljárást lefolytatni, itt azért eltelt közel 3 év, nagyon elhúzódott, nagyon elhúzták úgymond ezt a tervezési folyamatot is, megdrágultak az árak, de ismét sikerült megint több 100 millió forint kiegészítő forrás szerezni a magyar kormánytól, erre a bölcsödére is ugye tavaly év végére el is készült, és most szeptembertől meg is nyílik egy 4 csoportszobás, 48 férőhelyes vadonatúj bölcsőde. Mindig öröm számunkra, mert egy kis településen az életminőséget, ha javítjuk, akkor az elvándorlást meg tudjuk állítani. A magyar kormány nagyon sok intézkedést tett otthonfelújítási támogatásokkal kapcsolatban, hogy a fiatalok maradjanak vidéken és le tudjanak telepedni. Látom azt egyébként, hogy nagyon sok üres ingatlan elkelt, és fiatal családok lakáshoz, házhoz, családi házhoz jutottak. Ennek a felújítására is indult, már most indul egyébként a második program, de pont ez a lényeg, hogy az alapinfrastruktúra is megteremtésre kerüljön. Tehát ha egy fiatal család úgy dönt, hogy ő vidéken él, akkor a munkahely az egyik legfontosabb, de a munkahelyhez azért elutaznak 5-6-8-10 kilométert is, hiszen a közlekedés egyre jobb. Viszont amit ott helyben megtalál, hogyha gyermeket vállal, legyen bölcsőde, legyen óvoda, legyen általános iskola, legyen közművelődés, legyenek programok a településen. Tehát pont ez a lényeg egy fiatal család számára, hogy mit teszi vonzóvá, hogy vidéken éljen, és én azt gondolom, a megyébe jó úton járunk, hiszen a települések nagyon szépen fejlődnek. Említette elnök úr azt a kerékpárút belterületi szakaszt, amit most az elmúlt napokban adtak át ott Sándor falván. Ez is kapcsolódik még az a turisztikai vonulathoz, hogy tényleg az egész megyét át lehessen kerékpározni. Mit kell tudnunk most erről az útszakaszról, nagyjából hány méter hosszú volt, vagy hány méter hosszú, és mibe kapcsolódik ez be, melyik körbe? Hát amikor a ciklus kezdtük, ugye akkor jött az ötlet, hogy hálózatba rendezzük a kerékpár utakat, ugyanis több településen kisebb szakaszok főleg belterületen épültek, de a két település közt nem, a kisebb településeknél meg szinte egyáltalán, és ugye a kerékpáros stratégiát ezért készítettük, hogy ennek szellemiségében
megyünk, és akkor elterveztük, hogy kb. 100 kilométert meg fogunk terveztetni, meg egy 50 kilométert szeretnénk meg is építeni. Ezek a tervek szinte mondhatom azt, hogy teljesültek, ugyanis a tervezésben még igaz nem értünk a végére, de ősszel már szinte minden kerékpárútnak, amit terveztetünk, az engedélyes tervei meg lesznek, tehát nagyjából a 100 kilométert teljesítjük. És hogyha csak a kivitelezési részét nézzük, akkor a Szeged Opusztoszer közti kerékpárút ugye 18 km elkészült, a Csanádpalota Pitvaros megye határig tartó, ami Mezőhegyesre megy, 18 km elkészült, most ez a Sándorfalvi beltöleti szakasz elkészült, és az ősszel kiírásra kerülhet a közbeszerzés, az Opusztoszertől folytatjuk Baks Csanytelek felgyő összeköttetésre, úgyhogy Tömörkény központját is bekötjük, ez is egy 18 kilométeres szakasz, tehát nagyjából az 50 kilométer építést is tudtuk tartani, és ugye ez a Sándorfalvi szakasz is egy része a két települést összekötő kerékpárútnak, ami Sándorfalvát Szatymazzal köti össze, és ennek a belterületi szakasza készült el, és hát így igazán nem csak gazdasági célú ez a kerékpárút, mint ahogy szerkesztő említette, hanem turisztikai célú is, tehát nem csak a munkába járás segíti a vidéken élő embereknek, hanem a nagyvárosból kikerékpározókat is segíti, és vonzóvá teszi a települések programjait, hogy nem csak autóval vagy tömegközlekedéssel, hanem amikor ilyen szép jó idő van, akkor kerékpára is tudnak kijönni akár Szegedről, de akár a két település vagy több település is egymást meg tudja látogatni. Az elmúlt időszakban Csongrádon is járt elnök úr, ahol egy bizonyos Eurovelo 11 elnevezésű pályázatot vagy projektet készítettek elő? Mit kell tudnunk erről? Ez a kerékpárútnak a neve. Mi megyénket érinti kettő Eurovelo hálózat. Tehát az Eurovelo hálózatból két kerékpárút is, a 11-es és a 13-as. Ugye a 11 az, ami úgymond egy ilyen észak-dél irányú, a 13-as meg egy ilyen nyugat-keleti. Mind a kettő programra fogunk pályázni, megyei szinten, tehát településeket összefogva, ugye itt Csongrád a konzorcium vezető, ez esetben ugye csongrádiak is rengeteget tettek már a turisztikai fejlesztésük miatt, ugye nem csak a Köröstorok, mert mindig csak azt emlegetjük, egy nagyon szép dolog, és nagyon sokat fejlesztik, de ők kerékpárútban is igen erősek, és egyébként rendezvényszervezésben is igen erősek a csongrádiak. Ők vezetik a konzorciumot, itt kerékpáros megállóhelyek létesülnek, e-bike töltőpontok, valamennyi eszközbeszerzés, tehát ez nem kimondottan kerékpárút építés, hanem a meglévő kerékpárútak infrastruktúrájának a növelése a cél, az eszközbeszerzés, helyi civil szervezeteket vonunk be, de hasonló a vizes turisztikába is, hogy a civil egyesületek, sportegyesületek bevonásával, önkormányzatok konzorciumával valósulnak meg ezek a programok. Hogy látja a megyének így a turisztikai térképét, mennyire kiterjedt már, és merre lehetne esetleg még nyitni, mozogni? Én azt gondolom, hogy egyre jobb, és nekem mindig az volt a jelmondatom, hogy összefogás a fejlődésért, és ez így megyei szinten is sikerült, hiszen ahogy említettem, a civilek az önkormányzatokkal együtt működve nagyon jól dolgoznak. Turisztikában ugye rengeteget léptünk el ezekkel a programokkal is, a megyei identitás is nagyon sokat segített, a tájékoztató kiadványaink is, de a következő nagy lépés lesz majd a lovas turizmus és a vizes turizmus, aminek ugyanúgy a pályázata elő van készítve, hamarosan benyújtásra kerül mind a kettő. A lovasban lovas túraútvonal kijelölés van és megállópontok, ebben egyébként Szentes városa is érintett lesz, tehát itt is van egy helyi egyesület, akit bevonunk, és a lovas turisztikai útvonalnak részese lesz Szentes az egész megyeinek, és a vizes turisztika is, a nagy projekt az benyújtásra fog kerülni, ez a Maros-Tisza folyót érinti, ebben is egyébként Szentes egy megállópont, ez inkább aktív turizmus, kajakos, kenus turizmusról szól, itt is megállópontok, kikötők építése, eszközbeszerzés, helyi civilek bevonása, és ugye Szentesnek lesz majd egy másik turisztikája, megyei szintű, majd a kurcakör, ez viszont sajnos csak 5-szer tudjuk benyújtani, ugyanis a jelenlegi pályázati felhívásban a teljes projekt méretéből 15%-nál többet nem lehet költeni fenntartható város területén, és ugye Szentes 60%-ban legalább érintett ebben a projektben, hiszen itt sok fejleszteni való van, az elmúlt éveket próbálnánk pótolni, és ez most a 15%-tól sokkal több a 60, tehát jelenlegi feltétellel nem nyújtható be, de őszre ki lesz dolgozva egy olyan konstrukció, amiben ezt a pályázatot is be lehet nyújtani, a forrás az rendelkezésre fog állni, úgyhogy a kurcakör is meg tud majd valósulni a jövőben. És így a beszélgetésünk végén térjünk rá Pincent városára, hiszen az elmúlt időszakban azért láthatták a kedves nézők is, hogy ön is a közösségi oldalán egyre többet posztol Pincent városával kapcsolatos, akár programokról, akár bármilyen egyéb tevékenységről. Mit lehet elmondani itt a Pincent városával való kapcsolatáról?
Hát Mindszent városa közel a szívem, ugyanis szomszéd település volt Szegvárnak, rengeteg barátom volt, fiatalkorunkat is hol Szegváron, hol Mindszenten töltöttük oda-vissza, és hát sokan megkerestek Mindszentről, hogy lenne feladat, és ott azt a város fejlesztését is kellene segíteni. Ugye megyei elnökként már azért az elmúlt időszakban sikerült, mert azért, hogyha nézzük a Szegvár-Mindszent összekötő út, a bölcsöde, az óvodára a 200 millió forintos pályázat és egy 100 milliós belterületi út, az már mind Mindszent városát érintett, a régi pályázataikat is sikerült nagy nehezen lezárni, azért voltak velük problémák. Tehát, hogy számogattam, több mint 2 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett azért a megyei operatív programból Mindszentre az elmúlt 4,5 évben, de ott egy kicsit a közösségeket is egybe kéne tartani. Ugye látták a mindszentiek a munkásságomat Szegváron, hogy egy jó közösséget építettünk 13 év alatt, látták azt, hogy megyei szinten jól elmentünk, és megmondom őszintén, engem a feladat talál meg mindig, tehát ugyanígy volt, amikor másfél évvel ezelőtt megkerestek, hogy a vízilabdaklub ott kellene segíteni, és ugye igent mondtam, akkor azért, ha tudja mindenki, és a szentesek emlékeznek rá, hogy milyen belháborúk voltak itt, az OB1-es férfi csapat az 0 ponttal az utolsó helyen állt, a kiesés szélén másfél éve nem szereztek pontot, nem volt hazai győzelmük, azért másfél év után elmondhatjuk, hogy még mindig stabilan működik a klub, úgy, hogy a nagy beígért önkormányzati támogatás azért még mindig elmaradt. Az OB1-es csapat szinte mondhatom azt, hogy szárnya, hiszen 4 győzelmük volt egymás után, és 3-szor itthon a hazai nézők előtt tudták ezt megtenni. De mondhatom ezt a vadászkamaránál, hogy ott is problémák voltak 2017-ben, az is azóta nagyon jól működik, és alapvetően nem miattam, hanem azért, mert olyan munkatársakat találtam, akik kiválóan végzik a munkájukat. És hát Mindszent is egy kihívás, egy nagy feladat, de hát majd meglátjuk, hogy az önkormányzati választásokon a város többsége mit szeretne, amit a város többsége szeretne, az lesz. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, legközelebb én fogjuk folytatni a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A 2023-24-es színházi évadban is sokszínű, változatos műsorkínálattal és ingyenes programokkal várja Önöket Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó. Április 10-én, szerdán 17 órakor Kisné Nagy Mónika kézi és gépi hímző szakoktatónak nyílik kiállítása a Hímzés jövője címmel. Április 11-én, 12-én és 13-án 19 órakor Bognár Zsolt, Kis Stefánia, Munkácsi a festőfejedelem címmel a Békés Csabai Jókai Színház előadása látható. Április 22-én, hétfőn 19 órakor a nagyszínpadon Őrültek haza, Olák Sali Róbert önálló estjére várják az érdeklődőket. Április 24-én, szerdán 19 órakor kezdődik Meskó Zsolt zenés története egy eltitkolt szerelemről, Szerelmem Sárdi címmel. Áprilisban is legyenek a vendégeink, várja Önöket a Tóth József Színház és Vigadó. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Tudjuk, hogy egy vállalkozáshoz végtelen kitartás kell. Evelyn! A végtelen kitartásotokhoz a Vodafone is a végtelent adja. Korlátlan beszélgetés 10 GB adattal havi 9990 forintért a Vodafone-tól.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentes Televízió közügy gazdasági magazinját látják, amely rólunk, értünk szól. Mai magazinunkban megmutatjuk a Ready for Net Zero című európai projekt első workshopját, a Kosta József iskolában megrendezett kerékpáros ügyességi versenyt, illetve a Csongrádon megtartott közös sajtótájékoztatót az Interreg programmal kapcsolatban. Tartsanak velünk ma is, nézzük részletesebben az anyagok tartalmát! Szentesváros önkormányzata 2021-ben elkészítette a fenntartható energia és klíma akciótervét, melyben 40%-os széndioxid kibocsátás csökkentést tűzött ki 2030-ra. Ehhez szorosan kapcsolódik az az európai projekt, amely a Ready for Net Zero névre hallgat. Ez a programhoz csatlakozott Szentesváros önkormányzata Szeged és Tatabánya mellett. A projekt végső célja 2050-re a teljes klímasemlegesség elérése. Ezzel kapcsolatban Szentesen tartottak első alkalommal workshopot. Ready for Net Zero európai projektnek a rendezvényén vagyunk itt Szentesen. Mit kell tudnunk erről az európai projektről? 2,5 évig tart ez a projekt. Tavaly előtt évvégén kezdődött, és jövő tavasszal lesz vége. Több ország részvételével zajlik a projekt, vannak lengyel, horvát, román és magyar partnerek is. A német környezetvédelmi minisztérium által finanszírozott projektről van egyébként szó, és a fő célja az, hogy városokban elinduljon egy hosszú távú klímasemlegességet célzó tervezés, az önkormányzatok ebbe minél aktívabban bevonódjanak, és ezekben a pilot városokban, amilyen Szentes is, megvalósuljon egy konkrét akció vagy kampány, ami e felé, a cél felé mutat. Mit tartalmaz pontosan ez a projekt? Hogy kell elképzelnünk, milyen lesz a megvalósítása? A projekt eddigi részében elkészült egy önkormányzatokat segítő klímasemlegességi tervezést célzó dokumentum. Ez egy vezérfonal az önkormányzatoknak, hogy hogyan tudnak finanszírozási forrásokat szerezni, hogyan tudnak hatékonyan tervezni, hogyan tudnak hatékonyan kommunikálni, bevonni különböző érdekelteket. És ez a dokumentum egy elég hosszú, több mint 150 oldalas dokumentum, amely minden fontos részletre kiterjed, azonban nyilván nem helyettesíti a személyes párbeszédet és a közös ötletelést. Éppen ezért több esemény is van a projektben. Eddig volt 6 webinár, amelyen az önkormányzatok képviselői részt vehettek, illetve hát ez tulajdonképpen szélesebb körök számára nyitott volt. Ezeken a webinárokon különböző nemzetközi jó gyakorlatokat mutattak be német városok képviselői, lengyel városok képviselői, és ezen részt vettek a mai workshopon résztvevő pilot önkormányzatok, ugye, akik előjárnak és akik a projekthez szorosabban csatlakoztak, ezek Szeged, Szentes és Tatabánya. Miután lezárult ez a webinár, és ezeken különböző hasznos tapasztalatokat, információkat gyűjtöttek ezek az önkormányzatok, elindul egy workshop sorozat, ennek vagyunk most az első állomásán Szentesen, de lesz majd egy ősszel és valószínűleg évvégén vagy jövő év elején Tatabányán és Szegeden. Ez a 3 önkormányzat vesz részt mindegyik workshopon, és egy közös ötletelés mindegyiknek az alapja. Egyrészt mi is tartunk egy bemutatót, bemutatjuk ezt a dokumentumot, ami segédanyagként szolgálhat számukra, és támpontokat adhat a tervezéshez. Másrészt elkezdjük azt a megalapozó ötletelést, ami majd a hosszú távú klímasemlegességet célzó települési stratégiának a megalkotásához vezethet, illetve ahhoz az akció, annak az akciónak a megtervezéséhez, ami lehet akár egy kommunikációs kampány, lehet egy konkrét beruházás, ami segíti azt, hogy csökkenjen a kibocsátás ezekben a városokban, és alkalmazkodni tudjanak majd a klímaváltozásnak az elkerülhetetlen hatásaihoz. A legmagasabb mért vízszint a Tiszán Csongrádnál 1030 cm volt a legmagasabb, és mínusz... Nagyon aktuális és nagyon fontos ez a kérdés, hogy a klímaváltozással a települések, vagy az egész ország, Európa és az egész világ hogyan
veszi fel a harcot, és hogyan segít az itt élőknek abban, hogy a klímaváltozás negatív hatásait minél jobban el tudjuk viselni. Igen, egy olyan pilot programhoz kapcsolódtunk, ami egész országból 3 település, Szentes, Szeged és Tatabánya, ahol szeretnénk olyan minőségi megoldásokat nyújtani bemutató jelleggel, amit más, mondjuk Európai Uniós és magyar, illetve magyar városok is át tudnak települések venni. Ma 2024. április 11-e van. Azért mondom a dátumot pontosan, hogy mindenki értse meg azt, hogy mennyire fontos a klímaváltozás hatása. Közel 3,5 hónap telt el a 2024-es évből, és Szentes és Szentes környékén összességében esett kb. 20 mm eső. Az évi átlagot tavaly sem értük el, 2022 pedig egy kritikusan nehéz év volt, de azt nézem arányaiban most egy három és fél hónapos időintervallumban ennyire kevés csapadék essen, ez nagyon kritikus tavasz lesz, és nagyon kritikus nyár is. 2023-ban megalkottuk a SECAP dokumentumot, és abban vállalásokat tettünk egy 2019-es bázis évhez vonatkozóan, hogy 2030-ig mit szeretnénk elérni, ugye egy 40%-os CO2 kibocsátás, ez a lényeg, és ezzel igyekszünk a károsanyag kibocsátásunkat minimalizálni, majd igyekszünk 2050-re, mint város elérni a teljes klímasemlegességet. Örömömre szolgál az is, nagyot léptünk előre közösen, akár a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal való együttműködésünket is ki tudnám emelni. Tavaly ugye a Boros Sámuel Technikum kapta meg a gázfűtés helyett a geotermikus energián alapuló távfűtést, illetve például a 3 középiskolánk mind napelemes rendszereket kapott. Ez mondjuk az ő munkájuk volt. Ha miénket említem, akkor pillanatokon belül egy közbeszerzési eljárás kiírása történik meg, és reményeim szerint egy hónap múlva a kivitelező is kiválasztásra kerül. Közel 30 intézményt látunk el napelemes rendszerrel, de épp csak a tegnapi napon az egyik óvodában igaz, hogy egy kis kerékpár tároló átadása történt meg, de a mögöttes tartalom sokkal több ennél, mert szeretnénk a szülőket és a gyermekeket arra bírni város szinten, hogy minél több közintézményt látogassanak kerékpárral, ezáltal is csökkentsük. Európai Mobilitási Héten mindig részt veszünk, aminek ugyanez az apropója, és hát ma is elültetünk itt a Rózsa Gábor téren egy fát ennek a programnak a zárásaként, de hát a meghirdetett programjainkra tegnap közel 60 életfát adtunk át újra ebben a városban. Majdnem 30 éves programról beszélünk, vagy pedig az Ültessünk 1000 fát Szentesen program, amiből körülbelül már 500-nál tartunk. Tehát igyekszünk mindenben segíteni. Most egy svájci alapos pályázatot nyújtunk be egyébként. Ezt már a képviselőtestület ugye elfogadta. Itt is új termálkutat szeretnénk fúrni, és vissza sajtolókutat. Újabb közintézményeket bevonni majd ebbe a programba. Jelen esetben a Barta János Technikumot, a rendőrség épületét és a tűzoltóság épületét. Tehát szeretnénk a napfényt, a napenergiát, illetve a termálenergiát még jobban hasznosítani ebben a városban. Mondanom se kell, hogy az új fejlesztéseink, mondjuk az edző és munkacsarnok, később majd a nagy multifunkcionális csarnok is ugyanígy termál energiával lesz ellátva, ez a fenntartható városfejlesztési stratégiánkban kiemelt projekt, vagy éppen a Rózsavölgyi Házba majd most új kazánokat cserélünk ki, ami újból csak energiamegtakarítás és még kevesebb káros anyag kibocsátással jár. Tehát igyekezünk az apró részletei a várost úgy összerakni, hogy ezt a klímasemlegességet és az ehhez tartozó feladatokat megvalósíthassuk 2030-ra. Meg hát mindezt félretéve, a vállalásokat félretéve, ami a leglényegesebb, hogy az az élhető kisvárosi érzés, feeling, ami most megvan, ez csak fokozódjon a következő években és évtizedekben, magyarul egy valóban igazi élhető kisvárosban élhessünk. Akkor még egyet hagyj mondjak, ugye a tegnapi napon is volt egy közös sajtótájékoztató Csongrád városával, Bácska-Topolya és Kishegyessel, hogy egy újabb kurcaparti rész itt nálunk az Örvénysor, az Open Hotel alatti kíséri város résznek a fejlesztését mutattam be én ezen a
ezen a rendezvényen, ezen a programon, ez pedig ez a rendezvény is konkrétan a klímatudatossághoz és a ehhez tartozó oktatás neveléshez tartozik. Jó az a matek, de nem árt, ha közlekedni is tudunk. Ez a gondolat bántotta Néhai Kovács Levente tanárurat, amikor sok évvel ezelőtt szervezett Kressz tanfolyammal egybekötött kerékpáros ügyességi versenyt a szentesi Kossta József általános iskolában. Az ötlet kinőtte magát, azóta minden évben és nem csak kosztásoknak szervezik meg a versenyt. A jelzőlámpa zöldre vált, akkor lehet indulni, az irányváltást pedig minden esetben karjelzéssel kell jelezni. A szabályossági pályán ezeket is figyelték a szentesi rendőrkapitányság munkatársai, de itt nem büntettek, hanem dicsértek. Át kell jönni itt elsőnek a kettő léc között. Jössz tovább. Slalom. Nyilak mutatják a helyes irányt. Látom? A szentesi Kossta József általános iskolában évente megrendezik a kerékpáros iskolakupát, másnéven Kovács Levente emlékversenyt, amelynek célja a diákok biztonságos közlekedésre nevelése. Ez a verseny három részből áll. Először egy tesztlapot írnak a gyerekek, utána pedig egy szabályossági és egy ügyességi pályán mérik össze a tudásukat. Az ügyességi pályán ilyen bolyák között kell szalomozni, poharat áttenni, tehát itt azt mérjük, hogy mennyire ügyesen tudnak közlekedni, ugye a közlekedésben is fontos, hogy elengedett kézzel tudjanak menni. A szabályossági pálya az pedig itt az iskola udvarán, a nagyobb udvarán, nekünk itt van egy keszparkunk, ide szoktuk ilyenkor feltenni a táblákat, és itt a rendőrök pontozzák, hogy mennyire szabályosan közlekednek, tehát mennyire tartják be azokat a közlekedési szabályokat, amit az utcán a közlekedésben is ugye be kell, hogy tartsanak. A legnagyobb sajnálatunkra minden évben, minden iskolának kiküldjük a verseny kiírását, de mindig a deákosok és a kosztások szoktak versenyezni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon jó dolog, hogy tudjuk a matematikát, és okosak vagyunk, de ha elüt egy autó, akkor mire mentünk vele? Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekek tudjanak biztonságosan közlekedni. Egyre több a kerékpárút itt Szentesen is, tehát egyre több lehetőségük is van a biztonságos közlekedésre. És iskolánkban igazándiból már 5. évben első osztálytól kezdve működik ez a közlekedésre, biztonságos közlekedésre felkészítés. Iskolánk benne van egy KEVE programban, ez azt jelenti, hogy közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra, és ennek az a lényege, ami szerintem egy nagyon jó dolog, hogy már első osztálytól felmenő rendszerben, tehát a gyerekek első osztálytól életkoruknak megfelelően tudják elsajátítani a szabályos és biztonságos közlekedés alapjait. A versenyben a bonyolításában a rendőrség és a profi autós iskola szokott segíteni, azon kívül a kollégák, akik itt tevékenyen részt vesznek. A Levente kezdte szerintem még fiatal pályakezdőkorában a versenyeztetést, és utána bekapcsolódtunk, technikaszakos vagyok egyébként, és bekapcsolódtam a szervezésben segíteni, és utána, hogy ő nyugdíjba vonult, utána pedig igazándiból én vettem át ezt a feladatot, hogy megszervezzem a versenyt, meg felkészítsem a gyerekeket a versenyre. Kovács Levente tanár úr, hát ő technika szakos volt, itt tanított az iskolában hosszú-hosszú éveken keresztül. Nekem, hát én önállal kezdtem a tanítást, tehát ő volt a szakoktatom, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Fontosnak tartotta, hogy tudjanak a gyerekek közlekedni. Azon kívül ő nagyon jó ilyen szakköröket tartott, és volt egy gokárt itt az iskolában. És abban az időben hatalmas élet volt, tehát ők szerelték is ezeket a járműveket a gyerekekkel, és nagyon tudta lelkesíteni a gyerekeket. Amikor ő meghalt, akkor adtuk el a felsősök versenyének a Kovács Levente emlékversenyt. Tehát ennek igazándiból a hivatalos neve kerékpáros iskola kupa, Kovács Levente emlékverseny, az ő tiszteletére és az ő emlékére. Idén a házigazdák mellett a Deák Ferenc általános iskola csatlakozott a versenyhez. Érdekes apropó, hogy a vendégcsapat kísérő pedagógusa, a versenyt elindító Néhai Kovács Levente fia. Igazság szerint én is nagyon fontosnak tartom ezt, nem csak azért, mert édesapámról nevezték el ezt a versenyt, és így az ő örökségét viszem tovább. Szentes egy kerékpáros város, úgy gondolom, hogy minden diáknak itt a helye. Jelenleg itt a Kossta iskolában két iskola képviseli magát, a vendéglátóiskola és a Deák Ferenc általános iskola. Nagyon örülnék annak, hogyha hosszú távon
több iskola is megjelenne itt, hiszen mindennapi életünkben ez az egyik legfontosabb, hogy egészségesen és biztonságosan hazaérjünk, vagy az iskolába odaérjünk. És nálunk évek óta Orosz Marian tanárnéni a felkészítő a felsősöknek. Én amit láttam már, hogy azért jó pár héttel ezelőtt felállították az iskolánk udvarán a pályát, és gyakorolták ennél sokkal több diákkal, mint akivel eljöttünk, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, így 5., 6., 7., 8. osztályban, hogy életvitel órán ezt gyakorolják. A versenyen résztvevő gyerekek egy-egy tábla csokit kaptak ajándékba, a legjobb egyéni helyezettek pedig egy-egy biztonságtechnikai csomagot a Szentesi Rendőrkapitányság és a Profi Autós Iskola jóvoltából. Közös sajtótájékoztató jelentette be Csongrád, Szentes, a szerbiai Topolya és Kishegyes polgármestere, hogy a határon átnyúló Interreg programban természet alapú megoldások a városi nyilvános terek zöldítésére címmel több mint 1,7 millió eurót nyertek projektjeikre. A városvezetők ismertették, milyen pilot programokat valósítanak meg az egyes helyszíneken. A támogatási szerződés aláírása után már remélhetőleg nyáron elkezdődhetnek a munkálatok. A projektet négyen alkotjuk. Általában is jellemző a határon átnyúló projektek akkor tudnak nagyon sikeresek lenni, hogyha nem egy vagy két, nem két részvevő, hanem több partner van benne. Ennek a mostani projektnek a részvevői Szentes Csongrád Városi Önkormányzat konzorciumvezető, Szentes Városi Önkormányzata, Topolya önkormányzata a Vajdaságból és Kishegyes önkormányzata a Vajdaságból. Mindannyian különböző típusú projekteket valósítunk meg, erről majd egyenként mindenki el fogja mondani. Azt lehet mondani, hogy minden egyes település egyfajta ilyen pilot projekt szerűen áll ehhez a kérdéshez, ami egy kicsit azért túlmutat magán a környezetvédelmet, ez kifejezetten a klíma védelemmel összefüggő beruházásokat tartalmaz. Ugye a projektre 1,7 millió eurót nyert a konzorcium. Ez nem teljes egészében uniós pénz, hiszen itt is 80% az unió társfinanszírozása, 15% a magyar kormányzat társfinanszírozása, illetve a nemzeti kormányok, és 5% az adott település önkormányzatának önereje. Hát a projekt célját szerintem felolvasni nem akarom. Nálunk ez ugye kifejezetten majd a művelődési központban, nem véletlen vagyunk itt, fog irányulni. Itt a művelődési ház udvar és a mellette lévő régi szolgálati lakás. Itt nagyjából össze is foglaljuk, tehát az udvari zöld feletek, zöld falak, vízáteresztő burkolatok, esővízgyűjtés, ez kifejezetten támogatott újabban, és egy interaktív épületrész, egy színpad kerül kialakításra, amely értelemszerűen magas, mély és zöld kertépítészeti munkákat egyaránt tartalmaz. Ez a régi szolgálati lakás, ami régóta hányódik itt a közvetlen szomszédunkban, a Szárazkapu bejárónál, ebből kerül kialakításra egy olyan épületrész, ami egyfajta bemutatóként, interaktív térként fog működni. És egyébként, ha majd mindjárt tovább megyünk, akkor pedig az udvar részről fogunk látni egy látványtervet. Hát itt jól látszik, hogy a jellegi, és lehet gyönyörű vágóképeket csinálni, meg fotókat, jellegi alapvetően beton és néhány ilyen összeeszkábált tároló helyett egy teljesen megújult tér kerül átadásra. Úgyhogy mi ezzel szállunk bele ebbe a projektbe, és ha igaz, akkor a projekt hivatalos kezdete az június 1-én lesz. Reális esélye van annak, hogy ez a projekt mind a négy településen még ebben az évben kivitelezési fázisba fog fordulni. Egy éve dolgozunk már közösen arra azon, hogy benyújthassunk egy ilyen természet alapú megoldások pályázatot a négy településen, és hál' Istennek ma is összefutottunk itt 2024. április 10-én, és mindegyikünk konzekvenciája az volt, hogy de jó, hogy elkezdtük ezt közösen, de jó, hogy sikerült közösen egy jó pályázatot írnunk, és de jó, hogy az elbírálás is pozitív lett, és valóban 2024. június 1-től meg tudjuk kezdeni azt a 24 hónapos időszakot, amikor minden egyes településen a négy település összefogásával
ezek a nyilvános terek zöldítése, az ökoszisztémához való könnyebb hozzáférés, ez megvalósulhasson az ottaniaknak és a természetesen az odalátogató kedves vendégeknek. Itt a Szentesi projekt részre térnék csak ki, ez 470.234 euró, ami mintegy 180 millió forintot tesz ki a mi projektünk kapcsán. A mai projektünk Szentes vonatkozásában ugyancsak egy kurca part fejlesztéshez kapcsolódik, természetesen azokkal a megoldásokkal, amelyeket vállalunk ebben a projektben. Itt az, amint látják ezen a képen, az egy négycsillagos hotel a Szentes városában, a kíséri városrészben, és ezt a partot szerettük volna fejleszteni úgy, hogy valóban egy természet alapú megoldással tudjunk szolgálni. Mit is jelentett ez? Növényesített teraszok létrehozása, és próbáltuk a partot a vízzel összekötni, amely ott találkozik egymással, hogy egy olyan móló, egy olyan vízi létesítmény épül, amit a Kurcakör turisztikai programunkba is bekapcsolunk, de ez a móló azt szolgálja legfőképp, hogy az odalátogató konkrétan a szárazföld és a vizes környezettel együtt tudjon egy talán klímabarátabb gondolkodásban is elmélyülni, és természetesen ide szeretnénk óvodásokat, kisiskolásokat, nagyobb iskolásokat is folyamatosan elhozni, hogy minél jobban a klímatudatosság szárba szökkenjen abból a magból, amit az iskolában elvetnek. Így néz ki ez a projekt, és természetesen az ide vonatkozó sétányok is ugyanúgy, mint ahogy arról Bedő Tamás polgármester is beszélt, az esővíz áteresztő képesség, a komfortosság, de egyben az abszolút természet alapúsághoz kapcsolódna. Azok a kis kiülők, amelyben oktatási nevelési céllal is lesznek elhelyezve informatikai megoldások, az pedig egy ilyen nádfedeles kunyhóknak néznek ki ebben a pillanatban, és ezek így is fognak kinézni az élőben is. Ami a projektnak a témáját illeti, ez nem más, mint a Városi Park Topolyán. A Városi Park a 19. század elején létesült, mégpedig Báró Kraj Pálnak, azaz a kastélyának az angol parkjaként, és ez a park 1974 óta természetvédelmi övezetként működik. A projektum keretein belül és magában a parkban két sétány fog kialakulni. Az egyik sétány az nem más, mint aprított fakérekből fogjuk majd kialakítani, mint egy 400 méter hosszúságban. A másik sétány az pedig körülbelül 800 méter hosszú, és itt ez egy terravéj sétány lesz, amely ugyancsak egy természetalapú megoldás. Ez azt jelenti, hogy egy porózus anyag, ami teljes mértékben vízáteresztő, és magát a növényeket is, tehát igazából serkenti, és tehát egy olyan mikroklimát tud biztosítani ebben a parkban, ami teljes mértékben megfelel a növényeknek. Ezen kívül az első lépés az lesz, hogy az előregedett és balesetveszélyes fákat, azokat el kell távolítanunk. Ezen kívül sajnos nagyon sok invazív faj is található ebben a parkban, ezeket az inváziós fajokat is majd szeretnénk eltávolítani, ugyanakkor szeretnénk teljesen az aljnövényzettől kitakarítani a városi parkot. Az elmúlt időszakban ugye az energiaválságot érezte mindenki a költségvetésén, illetve saját magunk zsebén is. Így volt ez nálunk Kishegyesen is, tulajdonképpen elmondható az is, hogy megfontolva volt, hogy lekapcsolják teljesen a közvilágítást, amikor ez a helyzet előállt. Ez a projekt ezért is jön számunkra nagyon fontos, illetve nagyon jelentős előrelépésként tekintünk rá, hiszen az mellett, hogy oktatni is fogjuk a gyerekeket a környezettudatosságra, a megújuló energiaforrások, illetve különböző környezetvédelmi tevékenységek megvalósítására, gyakorlati alkalmazására, lehetőségünk nyílik arra, hogy Vajdaságban talán az első község leszünk azok között, akik mind a három oktatási intézményüket napenergiával, napkollektorokkal tudják majd felszerelni. Ezáltal jelentősen fogjuk csökkenteni az iskoláink energia szükségleteinek a kiadását. Részre fogunk hozni szintén edukációs céllal egy közösségi kertet, egy községi tulajdonban lévő leromlott udvaron,
ahol az emberek gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek majd a növénytermesztésről és a napenergia szerepéről az életben, illetve a gyerekek megismertik ennek a körforgását. A projekt kishegyesi része 176 ezer euró költség, ezáltal felkészüljünk a projekt sikeres kezdésére az általunk meghatározott közös időpontban 2024. június 1-én. Kedves nézőink, ezzel magazinunk és egyben adásunk végéhez is értünk. Legközelebb új műsorra kedden várjuk Önöket 19 órától. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de fent vagyunk a Facebookon és a YouTube-on is. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, a viszontlátásra!